Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Engem Winkler Lászlónak hívnak. Engem Szalai Nórának hívnak, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik hetes szintű vezető párja. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honor Trade, részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret rendezvény fejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez senki számára nem bántó. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Győrben élünk a párommal és 16 éves lányával. A PPH előtti foglalkozásom ugyanaz, mint most, szállító vagyok. De mára már a PPH tanulói szervezés vált fő tevékenységemé. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni. Hát leegyszerűsítem, mert nagyon elegem van ebből a háttérrendszerből, ami zajlik itt ebbe a világban. És itt a PPH-n belül minden információt megkapunk arra, aki fegyelmezetten végigviszi azokat az alapprogramokat, mind a szerda este 6 és a vasárnap 16:30-tól, élőben hallgatás és egy hónap egyszer a szeminárium részvétel. Ennyit szerettem volna egyelőre. Én nekem a PPH előtti foglalkozásom könyvelőként végeztem, de egy ingatlan kezelőnél dolgoztam ügyintézőként. Mára viszont már a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Hát, hogy én miért kezdtem el a képzéseket? Nekem olyan szerencsém volt, hogy a párom előbb elkezdte, volt szerencsém belehallgatni a képzésekbe. Nem kellett sok, azonnal tudtam, hogy itt a helyem, mert pár mondat után hallottam, hogy a képzések által olyan tudást kaphatunk, amit a mindennapokban használhatunk, és mindenki. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónt. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Ugye egy olyan helyszínen vagyunk, amit csak ritkán látogatunk meg. De azért nem annyira ritkán, mert évente 4-szer. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi helyzettel? Nem itt, ami a teremben van, hanem a... Mert itt teljesen jók vagyunk itt ilyen. Mintát mutatunk az aranykorra. Tehát ilyen kicsit aranykori körülmények között érzékelhetjük az aranykornak a jövőjét. Tehát jövőjét, hogy milyen lesz a jövőben. No, mennyire vagytok elégedettek a külvilág? Tehát az a helyzet ugye, hogy
ebből a megítélés kicsit nehéz számunkra, mert ugye mi másként látjuk egy kicsit a világunkat, és másként is érzékeljük azt, ami ugye van a világban. De az biztos, hogy a világ az nem jó felé halad. És az emberiség nem jó felé halad. És amíg ilyenekről hallok, hogy mi lesz 50 év múlva, meg 100 év múlva, meg 200 év múlva, hát megmondom őszintén, nem az értelmes, tehát értelmes egyént látom abba a szemébe, aki ilyenekről beszél. Mert nem az a világ lesz a jövőben, amit úgy a média úgy előad. Hogy mi lesz ekkor, meg akkor, meg amakkor. Tehát ha ez a világ így tovább megy abban a formában, ami ilyen formában halad a világ, akkor ugye az a törekvés, hogy ebben tisztában legyünk, hogy kialakuljon egy új világrend, és az új világrendnek az lenne a lényege, hogy azt egy pár család irányítsa ezt a bolygót. Tehát pár család. Hát ez a várományosa arra, hogy kik irányítsák a bolygót, úgy hívják, hogy Rothschild család. És azon belül ugye a Rothschild család feje. És akkor ugye közvetlen környezete ilyenek, hogy Rockefeller család. Tehát olyan családokra gondoljatok, akik irányítani akarják ezt a bolygót, akik most, mit tudom én, az Amerikai Egyesült Államok nemzeti bankjának, tehát a Fednek a tulajdonosai, jó? És számos más nemzeti bank a világban, különböző nemzetnek a nemzeti bankja, országnak a nemzeti bankja, tulajdonosai a világban, azok gondolják úgy, hogy ők akarnak lenni a bolygó urai, úgyhogy diktatórikusan irányítanák az egész bolygót. Tehát egy olyan fajta diktatórikus működés, amire gyakorlatilag bolygó szintű példa még nem volt a bolygó történelmében. Tehát ami azt jelenti, hogy voltak diktátorok a történelemben, mit tudom én, Nero, ilyen ismertebb diktátorok. Volt olyan, hogy Napóleon, volt olyan, hogy Hitler, volt olyan, hogy Mussolini, volt olyan, hogy hívják a orosz diktátor? Sztálin, köszönöm szépen. Tehát voltak ilyenek. Most is vannak diktátorok a bolygón. Most is. De olyan, hogy bolygó szintű diktatúra, olyan még nem volt. És ha megnézed azt a törekvést, ami 2001. szeptember 11-én elindult, ugye jól mondom az időpontot, amikor három tarany összedőlt, az azóta kialakul, és azóta alakul, inkább úgy mondom, ami azóta alakul, a világban, nem egyes országokban, a világban. Az minden arra mutat, hogy ez a törekvés. Tehát minden arra mutat. Tehát, hogyha valaki kicsit részletesebben beleássa magát, hogy
2001. szeptember 11 óta milyen változások történtek az emberek megfigyelésére, stb. Elnyomására, az rájöhet pár óra elteltével, hogy van egy folyamatos törekvés a globális diktatúra kialakítására. És az a helyzet, hogy ugye ez a törekvés, ez nem csak egy ország törekszik erre, hanem folyamatosan egyre több és több ország törekszik arra, hogy ilyen komplett megfigyelő rendszereket alakítsanak ki, amire kiváló eszköz ugye a mobiltelefon például, de ezen túlmenően is, mert a mobiltelefont otthon hagyhatod, esetlegesen úgy megfigyelni az embereket, hogy ha bármit otthon hagy, akkor is megfigyelhető legyen. És bárhol van a világban, akkor is megfigyelhető legyen. És gondold végig, azóta 10 millió szám helyeztek el például megfigyelő kamerákat a bolygón. Ez alatt a gyakorlatilag 21 év alatt, érted? Tehát 10 millió szám. És tehát a törekvés az erre felé halad. Ebben egy gond van. Hogy amikor bármikor ilyen törekvés volt a bolygó történetében, hogy bizonyos emberek világhatalomra törtek, vagy ki akartak alakítani mondjuk egy általános diktatúrát a bolygón, tehát mikor általános elnyomást akartak alkalmazni, akkor azt mondták azok, akik létrehozták az emberiséget, hogy akkor most töröljük az emberiséget. Mindig így volt, már 6 ilyen eset volt a Föld történetében. Hogy fogtak és töröltek egy emberiséget, azért, mert olyan törekvések indultak el, amit azok, akik létrehozták az emberiséget, nem támogatták azt a fajta törekvést. Ez általában két dolog, ez a törekvés, amit az embereket létrehozók nem támogatnak, az az egyik, amit az imént elmondtam, hogy mindenkit elnyomni, mindenkit megfigyelni, akár a gondolatát megfigyelni, erre már a technika egyébként megvan, hogy még a gondolatát is megfigyeljék. És a másik pedig az, hogy nem játszhat az ember Istent. Tehát az ember nem játszhat Istent, ami azt jelenti, hogy mi az Isten játszás, hogy olyan dolgokat csinál, ami az Istenek feladata. Vagy az Isten feladata. Ez micsoda? Születés, halál, szaporulat. Oké, szaporulat. Annak szabályozása. Azon túlmenően pedig ugye az, hogy beavatkozzon az élő lények genetikájába. Oké, ez mind isteni feladat. És amikor az istenek azt látják, hogy az ő akaratuk ellenére történnek itt dolgok, akkor általában azt szokták csinálni, hogy adnak egy határidőt, értesítenek bizonyos embereket arról, hogy mi fog itt történni, bizonyos emberek fölkészülhetnek a változásra, akik értesülést kaptak, a többi meg megy a levesbe.
Ugye az utolsó leves az a vízözön volt. Jó nagy leves, nem? Ott bővellé. Oké? Ugye Noét például értesítették. Ő ki is mentett embereket. Szóval egy ilyen fajta világkép elé van állítva az emberiség, de ugye annak idején nem feltétlenül volt lehetőség arra, hogy az emberek értesüljenek arról, hogy mi történik, mármint mindenki. Mi fog történni? Most sincs rá lehetőség. Ezért ugye csinálunk olyan dolgokat, hogy mindig volt az emberiség életében más alternatíva. A más alternatíva azt jelenti, hogy nem feltétlenül a pusztulása a megoldás, hanem az a megoldás, amiért születtünk. Mit csinálunk mi itt a Földön? Miért születtünk? Mit kellene beteljesíteni? Ugye azt kellene beteljesíteni, hogy fejlődj. De ha nem fejlődsz, az se nagyon baj, mert a nem fejlődés is tapasztalat. Érted? Ha valaki nem fejlődik, akkor sokkal több problémát él meg, mint aki fejlődik. Miért? Mert aki fejlődik, előbb-utóbb a problémákat nem problémaként fogja érzékelni, hanem feladatként. Mivel van tudása arra, hogy a problémáit megoldja. Ha valakinek nincs tudása, akkor a probléma az bizony probléma. Még akkor is probléma, ha kevesebb ez a probléma. Tehát lehet, hogy mint úgynevezett probléma, akár kevesebbet él meg, mint az, aki fejlődik. De neki minden probléma probléma. Az, aki fejlődik, az előbb-utóbb annak nem probléma a probléma, hanem feladat. Ezáltal neki jóval kevesebb a problémája. Érthető? Az nem azt jelenti, hogy a feladata kevesebb. Feladata több, de nem a problémája. Érted? Problémái annak vannak, akik nem tudják megoldani azt a bizonyos problémát. Oké? És ha több probléma van az ember életében, akkor azokon a területeken, ahol a probléma jelentkezik, nincs tudása. Ha nincs elég önbizalmad, akkor azon a területen nincs elég tudásod, és az önbizalomból fakadó hiányosságok, az bizony számodra problémát okoznak. Ha problémád van a pároddal, akkor a párkapcsolattal kapcsolatban nincs elég tudásod. És bizony problémáid vannak ezen a területen. Ha lenne elég tudásod, akkor az nem probléma lenne, hanem megoldandó feladat. Van problémád a szülői kapcsolataidban? Hát azt mondod, hogy már nincsen, mert már meghalt. Akkor volt problémád. Csak úgy mondanám egy dolgot, hogy mondjuk, hogyha valakinek nem volt tudása a szülőjével kapcsolatban, és ezáltal problémái voltak a szüleivel, és a szülő esetleg úgy halt meg, hogy problémája volt a gyerekével. Tehát problémátok volt egymással.
Ha te nem tanulsz itt, tudod, hogy hogy oldhatod meg a problémádat akkor is a szülőddel, ha már nem él? Nem. Valószínűleg nem tudod. Én tudom rá a választ. Érted? És akik itt tanulnak, tanulják ezekre a választ. De nyilván, ha van, él még a szülőd, akkor hogy hogyan old fel a kettőtök konfliktusát, azt megtanultad már? Ha itt tanulsz, akkor lehet, hogy már azon túl vagy, mert megtanultad. Ha nem tanulsz itt, képes vagy ezeket megoldani? Vagy képes vagy a szüleiddel olyan kapcsolatban lenni, hogy az ne rombolja az egymás közti viszonyatokat? Hát ezeket meg lehet oldani. Vagy ha mondjuk van problémád a gyerekeddel kapcsolatban. Egyáltalán ismered a gyerekek működését? A saját gyereked működését ismered? Mennyire szoktad leértékelni a saját gyerekedet? Vajon a te neveltetés, nevelésed révén majd felnőttként megállja, vagy megállná a helyét az a gyerek? Felnőtt gyerekként. Tehát az a jó nevelés, hogy egy szülő úgy neveli a gyerekét, hogy utána a gyerek az felnőttként szolga. A mai világban, amikor lassan 100 éve meg lehet azt tenni, hogy az ember, ha szolgának születik, tehát a szülei szolgák, akkor ő ne legyen szolga. Mert 200 évvel ezelőtt valaki szolgának született, mert a szülei szolgák voltak, akkor tudti, hogy ő is szolga volt felnőttként. De 100 éve van rá lehetőség arra, hogyha a szüleid szolgák voltak, te ne szolga legyél. Vagy az alkalmazott az nem szolga, akkor te hol élsz? Akkor te óriási tévedésbe vagy. Ha azt gondolod, hogy alkalmazottként nem vagy szolga, akkor te óriási tévedésbe vagy. Sőt, rosszabb szolga vagy, mint régen a szolgák. Miért? Mert régen a szolgák napszámban lettek kifizetve. Ami azt jelenti, hogy napi díjat kaptak. Minden nap végén megkapták az ellenszolgáltatásukat a munkájuknak. Te alkalmazottként napi bért kapsz? Kiröglek. Hol? Hol kapsz napi bért? Tehát neked rosszabb dolgod van szolgaként, mint annak idején. Akkor miről beszélünk? Például most olyan tervezetek vannak, csak úgy mondanám, hogy a szolgáknak, tehát az alkalmazottaknak, modern nyelven alkalmazott, oké? Modern kifejezésben alkalmazott. Hát az olyan csúnya szó, hogy szolga, nem? De a lényeg ugyanaz. Ugyanaz. Csak szebben hangzik. Nem? Hát a szar helyett a kaka is szebben hangzik, nem? De ugyanarról szól. Basszus kulcs. Nem? Ugyanaz. Szóval, itt van ez a szolgasság kérdése. Azt tervezik, hogy megnyírbálják azt, hogy például te rendelkezhetsz, hogy mikor mész szabadságra. Azt most tervezgetik bevezetni. Törvénybe hozni, vagy rendeletbe hozni, nem tudom most már éppen melyik lesz a divat. Érted? Hogy ne határozhasd meg,
hogy mikor akarsz. Egy napot se, egy évben. Hogy mikor vehetsz ki. Érted? Teljes egészében a munkaadó rendelkezhet. És ha a munkaadód azt mondja, hogy nem ad ki neked egy napot se, akkor nem mész szabadságra. Ez van tervezetbe, drága, nem szolgálnak érzem magamat, én alkalmazott vagyok. Oké. Okay. Egy olyan világban élünk, ahol el kéne gondolkodni ezen a szolgaságon. Mondod végig. És ugye ezzel a szolga élettel szépen rá lehet venni az embereket mindenre. Volt egy időszak, mondtam annak idején 2020 márciusban, mondtam. Mi volt 2020 márciusban? Ki tudja? Elindult a Covid. Mondtam akkor, hogy most tesztelik az emberek tűrőképességét. Emlékeztek? És tűrőképesség átment. Átment. Az mit jelent? Hogy képesek az emberek birkaként tűrni. Vagy rosszul látom? Nem? Tehát tűrnek. Akkor mit teszteltek még ebben a két évben? Nem csak a tűrőképességet, hanem azt is, hogy mennyire lehet őket manipulálni. Ez egy másik terület. Tűrőképesség az egyik, manipuláció a másik. És hogy rávették az embereket, hogy elhiggyék, hogy hogy működnek itt a dolgok, és hogy mi lesz, és hogy lesz, és meghalnak, ha nem oltják be magukat, és stb. Stb. Az emberek többségénél ezt el tudták hitetni. Majd tesztelték azt, hogy meddig mehetnek el. Mert voltak egy csomó olyan ember, aki nem akarta beoltatni magát, nem? És akkor kipróbálták, hogy jó, akkor nem dolgozhatsz ebbe a munkába, hogyha nem oltatod be magad. Kipróbálták, hogy vajon ebben az esetben kényszer hatására mit lépnek az emberek. És ha megnézed, a többség erre a kényszer, tehát az első rész, ugye az mire oltatta be magát? Arra, hogy befolyásolták arra, hogy oltassa be magát. Aki nem volt hajlandó, azt arra próbálták ösztönözni, hogy kényszerítették avval, hogy nem dolgozhat ott, ha nem oltatja be magát. Erre a másik elég jelentős szám beoltatta magát, mert nem akart megválni a munkahelyétől. De maradtak olyanok, akik kitartottak. Nem hagyták magukat befolyásolni, nem hagyták magukat kényszeríteni. Mert gondoljátok végig, itt volt ez a múltbeli két év. Mindenki azt gondolta, hogy az örökké fog tartani. Hát úgy látszik a 70% azt gondolta. A 30% meg nem, legalábbis itthon Magyarországon. Érted? Tehát a 30% nem oltatta be magát, és azt mondta, egyszer se oltatta be magát. És azt mondta, hogy majd meglátjuk, mi lesz, érted? Nem oltatom be magam. Tehát a 70% azt gondolta, hogy hát ez örökké tart. Hát most nem oltatom be magam, akkor majd később kényszerítenek, érted?
hála Istennek most nincs kényszerítés, nem? És hála Istennek, akik nem oltatták be magukat, kisebb százalékban haltak meg az elmúlt 2 évben, mint akik beoltották magukat. Jaj, de érdekes! Hú, de érdekes! Tehát ami azt jelenti, hogy lásd, hogy mik vannak, hova fajul a világunk, érted? Lásd! Tehát egy olyan világ van, aminek az a vége, ha így halad tovább, hogyha az emberek, a jó emberek nem tesznek semmit, a rosszak azok folyamatosan tesznek, nem tudom, figyeled-e. Kik a rossz emberek? Nagyon egyszerű, nem kell nevesíteni őket. Akik elnyomják a környezetükben lévő embereket, azok a rossz emberek. Világos ez? Egyszerű. Tehát akik elnyomják a környezetükben lévő embereket, és ez most, hogy a felesége, vagy a férje, vagy a gyereke, vagy a mit tudom én, a szomszéd, vagy bármelyik, vagy a mit tudom én, a falutban lévő embereket nyomja el, vagy a városában lévő embereket nyomja el, vagy az országában lévő embereket, vagy Európában lévő embereket, vagy a világon lévő embereket nyomja el, ebből a szempontból szinte mindegy. Mindet úgy hívjuk, hogy rossz emberek. Érted? És a legtöbb ilyen ember, aki ilyen rossz ember, nem azért nyomja el a többit, mert őt is elnyomják. Hanem azért nyomja el, mert úgy gondolja, hogyha mások boldogulnak, akkor neki rosszabb lesz. Érted? Van egy ilyen belső késztetése, hogy ezért el kell nyomni másokat, hogy nehogy boldoguljanak. Hát én emlékszem történelmi tanulmányaim során, főleg ugye általános iskolai korszakban, de még középiskolai korszakban is volt történelem, hogy mit tanítottak? Hogy a kapitalizmusban mekkora kizsákmányolás volt. Sőt, feudalizmusban is mekkora kizsákmányolás volt. A feudalizmusban mindenkinek fizetni kellett a királynak. Tizedet vagy kilencedet, mindegy. Az egyháznak meg tizedet vagy kilencedet. Tehát összességében, ha megnézed, a tized meg a kilenced, az 19%. Most egy alkalmazott esetében annyi az állami befizetés, amit az állam felé be van fizetve az alkalmazott részéről és az alkalmazott után, mint maga az alkalmazott fizetése. Úgy körülbelül. Az azt jelenti, hogy most az általános elvonás Európában az alkalmazottakra nézve 30-50%. Én mintha azt tanultam volna az általános iskolába, hogy a 30 meg az 50 az több, mint a 19. De lehet, hogy valakinek a 19 az több, mint a 30 meg az 50. Akkor azt mondom neki, hogy iratkozzon vissza az általános iskolába. Szóval egy olyan világban élünk, ahol ha valaki azt mondja, hogy nincs elnyomás, hát én azt tudom mondani, hogy hülye. És ha valaki még azt mondja, hogy van elnyomás, de nem fokozódik, akkor azt tudom mondani, hogy te olyan hülye vagy. Szóval egy olyan világban élünk,
ahol fokozódik az elnyomás. Tehát van egy általános szabály, ez egy univerzális szabály. Ez a következő. Ahol egy lélek nem boldog, ott jelen van az elnyomás. Világos ez? És mintha az emberek boldogtalanabbak, mint három év lennének, mint három évvel ezelőtt. Nem? Ki az, aki itt a teremben több mint három éves? Ja. Tehát idősebbek vagyunk, mint három évesek, nem? Ami azt jelenti, hogy megéltél már akár évtizedeket, nem? És mit látsz a társadalom, nem te, a társadalom? Vajon régebben volt boldogabb, vagy most? Sőt, azt lehet mondani, hogy így megyünk vissza időben, annál jobban azt látjuk, hogy boldogabb volt a társadalom. Persze voltak hullámvölgyek, azért mondjuk a tényleg mikor ilyen diktatúrák keményen működtek, akkor azért nem annyira voltak boldogtalanak. És ez mikor volt? Mondjuk itt Magyarországon, mondjuk a háború alatt, mert a háború az már igényli a diktatúrát, ugye? Bárhol a világon, ha megnézed, az is igényli, amelyik háborúzik a diktatúrát, meg az is igényli, amelyik védekezik a diktatúrát. De volt diktatúránk ugye a Rákosi korszakra, 50-es évek, 40-es évek vége, 50-es évek eleje. Ugye a világban voltak kemény diktatúrák, ugye az elmúlt 100 évben volt bőven. De voltak, tehát voltak ilyen hullámvölgyek. De a társadalom nagy része 45 utántól. Egyes helyeken mondjuk 60-tól, mint például nálunk. Már nem érezte igazán az elnyomást, érted? Tehát én gyerekként, ugye én a 61-ben születtem, gyerekként nem éreztem azt, hogy a szüleimet elnyomják. Nem láttam ilyet, érted? Ők sem érezték. Nem volt, apám nem volt elégedett magával a rendszerrel, de nem volt elnyomva, érted? Mivel nem volt elégedett? Hát ő rendszeresen hallgatta a Szabad Európát minden este. Minden este. És ott több hírt hallott, mint a magyar. Tehát a magyar híreket is hallgatta, tehát ne érts félre, hogy nem. De ott több hírt hallott. Tehát azon kívül, hogy mit tudom én, nem mondtak el minden hírt, ami a világban történt, azon kívül más elnyomást nem érzékeltek a szüleim, érted? Anyut meg nem is érdekelt, hogy milyen hírek vannak, és sose hallgatott híreket. Sport sem érdekelte, hogy milyen sporthírek vannak, apu, azt is. Tehát gyakorlatilag nem érzékeltük mi a családban, én gyerekkoromtól, hogy elnyomás van, érted? Nem érzékeltük. Na most ahhoz, és azt viszont érzékeltük, hogy milyen családi házas részben laktunk, hogy az emberek mikor a kertben dolgoznak, akkor énekelgetnek. Dudorásznak, érted? Fütyűrésznek. Mikor hallottál utoljára a rádión kívül fütyűrészést? Élőben. Nem magad részéről, mert én is szoktam magamtól hallani. Érted? Mikor? Tehát én nem emlékszem arra, hogy mostanában láttam volna olyat, hogy valaki jókedvűen dudorászva csinált volna valamit, fütyűrészve, érted? Olyat láttam, hogy szól a rádió és úgy dolgozik,
azt hallott, ilyet láttam. De az, hogy önmaga dudolgasson, énekelgessen, ugye miért? Mert az ilyen hangulat, amikor az ember dudolgat, jókedvű, akkor jókedv. Jókedvű. Tehát olyan, mintha az emberek nem tudnának jókedvűek lenni. Nem itt nálunk. Mi bebizonyítottuk most is ebben a három napban, hogy tudunk jókedvűek lenni. De a legtöbb ember, aki éli a mindennapjait, az látott, hogy jókedvűek? És én gyerekkoromban láttam, hogy az emberek jókedvűek, még utána is, mikor egy kicsit nagyobb voltam már, mondjuk serdülő vagy fiatal felnőtt, én láttam ilyeneket, hogy az emberek még jókedvűek. Érted? Ugye én fiatal felnőtt, megnézed, ugye a 80-as években voltam, és még 80-as években is keményen voltak olyanok, akik jókedvűk voltak. Tehát mivel én nekem nagyon nagy a rokonságom, ugye anyai részről, azért rengeteg lagziba voltunk, rengetegben volt. Tehát többször volt olyan, hogy 3-4-5 lagziba voltunk évente. De úgy évente egyszer voltunk lagziba, hogy legalább. Nem átlagosan, hanem legalább. Mikor? Hát mikor mi is fiatalok voltunk. Hát most inkább temetés. Vannak ilyenek, tehát nem is ez a lényeg, hanem... Tehát voltunk, és ott úgy volt, érted, hogy elmentünk egy lagziba, elkezdődött a lagzi, beindult a zene, érted, és akkor 10 percen belül a társaság nagy része táncolt. Mondjuk azt, hogy negyed órán belül. A társaság nagy része, és azért nem 30 fős lagzikba voltunk, hanem a legkisebb lagzik 100 fősök voltak. Egy ilyen nagyobbak az akár egy kicsit több, mint 200. És ott a társaság negyed óra után annak a nagyon nagy része táncolt, érted? Voltam az elmúlt években lagziba, szintén. Mondhatjuk azt, hogy tavaly, vagy nem is tavaly, hanem az elmúlt egy évben megint sok lagziba voltam. Tudom én, hányban, háromban, négyben, nem is tudom már. És mindenütt az volt, hogy elindult a lagzi, és tudod mi van? Tehát ugye sokáig nem voltunk lagziba, tehát nekem azért volt feltűnő ez a dolog. Azt látom, hogy a társaság nagy része, tudod mikor kezdett el táncolni? Éjfél után. Éjfél után. És tök mindegy, hogy 100-an voltunk a lagziba, vagy 30-an voltunk a lagziba, ugyan ez volt a trend. Pedig ugyanúgy olyan zenék mentek, ami tánczene, érted? Amire táncolni, ami mulatos zene, ugyanúgy mulatos zene volt régen, ugyanúgy mulatos zene most. Régen negyed óra kellett hozzá, hogy az emberek nekiálljanak táncolni, most 6 óra. Mert este 6-kor szokott kezdődni a lagzi, és éjfél után elkezdtek táncolni. Érted? Az emberek többsége. Tehát nem mondom azt, hogy egy-két pár nem táncolt addig. De az emberek, amikor tényleg elkezdtek táncolni, ahhoz kell 6 óra. Érted? És kell egy ilyen tréfamester, aki elkezdi mozgatni az embereket, és próbál folyamatosan valami lelket önteni beléjük, hogy egy kicsit már nevessenek, vigadjanak, mulassanak, érted? És ezért mindenféle poént, meg gyakorlatot kitalál, hogy csináljanak az embereknek, és így kell 6 óra, hogy arra a szintre följöjjenek az emberek, hogy jó kedv, érted? Mert ugye amikor az ember táncol, örömködik, azt úgy hívják, hogy jó kedvű. Érted? Jó kedvű. Na most akkor ugye kérdezném, hogy mikor voltak jobb hangulatban az emberek? Múltban vagy most? Ha esetleg nem élted meg a múltat, mert te fiatal vagy.
és azt gondolod, hogy az a világ volt mindig, vagy annál rosszabb, mert azt tanították neked az általános és középiskolába, hogy a múlt milyen rossz volt, akkor azt gondolod, hogy hát ha rosszabb volt, akkor biztos rosszabb kedvű emberek voltak. És mondom még egyszer egy alapszabályt, hogy ha az emberek boldogtalanok, ott jelen van az elnyomás. Világos? Most maradjunk itt a bolygónknál. Itt emberek élnek, és mindig így volt a történelemben, ahol az emberek nem voltak boldogok, jókedvűek, érted? Ott jelen volt az elnyomás. És minél boldogtalanabbak voltak az emberek, annál nagyobb mértékű elnyomásban részesültek. Gondold végig. Haladunk, és azt látjuk, hogy egyre rosszabb és rosszabb kedvűek az emberek. Ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb és nagyobb az elnyomás. Tehát a rossz hangulat az mindig az elnyomás következtében alakul ki. Ezt azért mondom, hogy felvilágosítsalak avval a kapcsolatban, hogy miért rossz kedvűek az emberek, és hát ha te nem akarsz rossz kedvű lenni. De arra, hogy mi a megoldás, hogy ne legyél rossz kedvű, az nem az, hogy ugyanazt csinálod, mint eddig. Érted? Ha ugyanezt csinálod, mint eddig, ugyanoda jutsz, mint eddig. Ez egy alap dolog, megint csak. Mondom még egyszer, ha ugyanazt csinálod, mint eddig, ugyanoda jutsz, mint eddig. Ha jobbat szeretnél, jobbat kell csinálni. Világos ez? Ha rosszabbat szeretnél, rosszabbat, még rosszabbat kell csinálnod. Érted? Hát csak nem vagy annyira bolond, hogy rosszat akar magadnak, nem? Legalábbis remélem. Mert az bolond, aki rosszat akar magának, nem? Ha gondold végig, hogy hova haladunk. És akkor én kaptam egy küldetést, hogy nem az, ez az emberiség küldetése. Az emberiségnek nem az a feladata, hogy egyre boldogtalanabb és boldogtalanabb legyen. Miért? Nem. Hát nagyon egyszerű. Azért nem az emberiségnek, az embernek azért nem ez a feladata. Mert minél boldogtalanabb egy ember, annál inkább nem teszi azt, amit tennie kellene. Érted? Vagy éppen az ellenkezőjét teszi annak, mint amit tennie kellene. Ugye mit kellene tenni az embernek? Jót. Hogy kellene csinálni? Jól. Mert a jót is lehet rosszul csinálni. Mikor kellene csinálni ezt a jót? Jókor. Kiknek kellene csinálni a jót? Hát jóknak, a rosszaknak próbálj már jót csinálni, úgyse lesz belőle jó ember, soha. Egy rossz embernek hiába akarsz jót, soha nem tudod megcsinálni. És kik tudnak jót tenni? A jók. Így van. A rosszaktól te ne várj jót soha. Mert ők nem fognak jót tenni soha. Csak a jók tudnak jót tenni. Világos ez? Ami, tudod, mit jelent? Hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a földön. És a jó emberek most, mintha azt tanulnák sok helyről, egyik helyről azt mondják, majd a kormány megoldja. Ha nem a kormány, majd az EU megoldja. Ha nem az EU, akkor majd az új világrend megoldja. Komolyan?
Akkor a másik emberek, ugye ez három típus. Lehet, hogy valaki egy típus a háromból. Tehát három az egyben, tudod. Tehát vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy hát majd jönnek az istenek, leszállnak, ezt megoldják. Az egy másik típus az ufók. Ugye vannak olyan emberek, akik ugye azok a vallások, hogy majd a, mit tudom én, jön egy isten, mert ugye egy isten hívő nem istenek jönnek le. Egy isten lejön, és mindent megold. Emmán döfi. Gondold végig. Egy isten lejön, és ő egyedül mindent megold. Bravo! Bravo! Erre csak ezt tudom mondani. Csak mondjanak egy olyan esetet, amikor ilyen megtörtént. Egy esetet, bármikor a történelemben mondjanak, hogy volt olyan, hogy lejött egy isten, és mindent megoldott. Ilyen még soha nem volt. Soha. Na most, ha valami még soha nem volt az emberiség életében, érted? Mennyi az esélye, hogy ilyen megtörténjen? Hát biztos, hogy valahogy nulla. Akkor vannak, akik azt gondolják, hogy hát nem istenek, hanem majd az ufók, vagy a földön kívüliek, mert úgy szebben mondani, hogy a földön kívüliek, majd jönnek és megoldják. Na most ez valamivel jobban néz ki, mert ők nem egyedül vannak. Mert szegény istennek egyedül kellene megoldani, érted? Hát azért csak könnyebb úgy, hogyha sokan lejönnek, ezt megoldják, nem? Hát de tök jó, hát lejönnek majd az ufók, meg nem kell csinálni semmit, majd megoldják. Bravo, erre is azt tudom mondani. És mit kezdenek ebben a sok hülye emberrel? Gondold végig! Hogy lejönnek a szuper értelmesek, szuper űrhajóikkal, szuper technikájukkal, érted? Ami az ilyen bocifiny vagyunk, érted? És gondold végig, és itt talál egy csomó hülye embert. És mit kezdenek velünk? Mit? Mit? Mit oldanak meg? Gondold végig. Mit? Van egy tanítás, ami ugye én 87-től foglalkozok emberekkel, és üzletkötéssel foglalkozok 87-től. 91-től kezdtek el tanítani engem ugye ilyen témákban, hogy működik az ember. És az üzletkötésre is 91-től kezdtek el tanítani, ugye addig magam, amit tudtam, megoldottam. Általános tanítás ez is. A hülye hülyét hoz. Ez a három H szabály. Érted? Tehát ne hozz hülyét, mert az hülyét hoz. Tehát most gondold végig, akkor szegény földön kívülek. Mit kezdenek-e a sok hülyével? Velünk, emberekkel. Mit? Gondolkozzatok! Mit? Tehát ők szuper értelmesek hozzánk képest. Szuper technika, stb. Stb. Mit kezdenek velünk? Minek, mikor minden automatizálva van? Neki nem kellenek rabszolgák. Érted? Tehát ott mindent a gépek csinálnak, nem maguktól természetesen, hanem be vannak programozva. Minek az ember? Miki ember? Mit kezdenek az emberiséggel? Mire használják ezt a sok hülyét, aki itt van a bolygón? Érted? És ez nem leértékelés, mert mit jelent a hülye? Buta, tudatlan. Nem hiszed, nézz utána a szótárba. Ezt jelenti. Oké?
Tehát mi, akkor mondom szépen, hogy kultúrát legyek, jó? Mit kezdenek ezzel a sok buta, tudatlan emberre? Mit? Mit? Az ufók vagy a földön kívüliek. Mit? Hát ugye ők már nem is kannibálok, hogy megesznek minket. Érted? És akkor jobban járnak a fiatalok, mert az jobb húsúak, tudod. Az. Vagy a fiatalokkal jobban járnak, mert jobban húsuk még. Tehát nem kannibálok ők. Tehát még megenni se akarnak minket. Akkor mit akarnak velünk? Gondolkozz már te, aki azt gondolod, hogy majd lejönnek föntről valakik és megoldják a dolgokat. Minek jönnének le? Most gondold végig. Az, aki abban hisz, hogy lejön az Isten vagy Jézus Isten formájában természetesen, és megoldja ezt a helyzetet. Mit kezdne be a sok hülye emberre? Hát még az akkori hülye emberekkel se tudod mit kezdeni. Nem a mostaniakkal, érted? Hát most... Hát nem is volt ennyi hülye ember a múltban, érted, mint most. Hát szegény Jézus, mikor itt volt, érted, akkor sokkal kevesebb hülyével találkozott. De mit kezd az az Isten, mondjuk, akit éppen Jézusnak hívnak, mit kezd el a sok buta, tudatlan emberre? Mit kezd? Hát akkor mi a dolgunk? Hát talán az lenne a dolgunk, hogy fejlődjünk, nem? És akkor esetleg tudnának velünk valamit kezdeni, nem? Hát gondold végig, ha te mondjuk vállalkozó lennél, akkor a hülyéket vennéd föl, vagy az értelmeseket? De azt gondolják sokan, hogy a fentieknek, mondjuk ha földön kívülük, vagy Istenről beszélünk, nincs annyi eszük. Nincs. Ők a hülyékkel is kezdeni akarnak valamit, érted? De mert azok olyan hülyék, hogy a hülyékkel is kezdeni akarnak. Tehát ez nem értem, hogy gondolhatnak ilyet. Az emberek... Kell, akkor lehet valamit kezdeni, ha értelmesek. Mit jelent az, hogy értelmes? Képes gondolkodni. De egy olyan világban élünk, hogy az a jó, ha te egy biorobot vagy. Nem egy gondolkodó lény. Gondolkodó lényként akkor tudsz érvényesülni, ha nem szolga vagy, hanem szabad ember. De az, hogy szabad lehess, olyan típusú vállalkozással kell foglalkoznod, ami által szabaddá válhatsz. De hiába akar egy ember szabaddá válni, akár vállalkozóként is. Rengeteg vállalkozót ismerünk, aki ugyanolyan tudatlan, buta, mint a szolga kollégáik, érted? Nem ez a lényeg, hogy vállalkozó vagy nem, hanem hogy olyan vállalkozó, akinek egyre több és több a tudása az ember és élet ismerete. Igaz? Olyan vállalkozó, érted? Aki bármilyen helyzet van, megoldja. Érted? Bármilyen helyzet. Van annyi tudása, hogy azt mondja, jön egy helyzet, megoldjuk. Semmi gond. És megoldja. Sőt, tud segíteni másoknak, hogy megoldják a problémáikat. Mi egy olyan közösség vagyunk, szervezet úgy is lehetne mondani, akik olyan dolgokra tanítják az embereket,
hogy ezeken a területeken tudjanak működni, boldogulni. Érted? Szó szerint. Ha ezeken a területeken az ember tudást szerez, és használja a tudását, tehát nem úgy tanulsz, mint az iskolában, hogy sokat tanultál, azt nem használsz belőle semmit. Érted? Hanem használod a tudást, akkor mi lesz? Na, mi lesz akkor? Az azt jelenti, hogy személyiséged elkezd fejlődni, ahogy gyarapszik a tudás. Érted? És ahogy tudod használni a tudást. Egyre jobb és jobb személyiséggé válsz. Aki egyre könnyebben és könnyebben boldogul az élet területein. Érted? És egyre könnyebben és könnyebben oldja meg azokat a helyzeteket, amit mások nem tudnak megoldani. Tehát nyilván nem az ő helyzetét oldja meg, hanem olyan probléma van a te életedben is, mint az övében. Ő nem tudja megoldani, belerokkan a problémájába, te meg megoldod. És nem rokkansz bele, és simán így megoldod, érted? Nincs olyan probléma, amit nem lehet megoldani. Nincs. Nincs. És ehhez a tudáshoz adunk, számolgattuk, ugye ezt itt a három napban, most jelenleg 6 évnyi tudást. 6 évnyit. Az nem az összes tudás, mert több a tudás. A jelenlegi tudás már 9 évnyi tudás. Oké? Na akkor mondjatok olyan iskolát, ahol 9 évnyi tudás van. A bolygón. Itt van olyan tudás, hogy bármilyen helyzetben tudjál boldogulni. Érted? Erre azt szokták mondani, na ez az ember a jéghátán is megélne. Érted? Egyre kevesebb ilyen ember van a bolygón, jelen pillanatban, aki el tudná magáról mondani azt, hogy hát én a jéghátán is megélnék. Pedig a tudás ezt eredményezi. És nem azért, mert a jéghátán is meg kell élni, nem azért. Hanem azért, hogy ne egy ilyen fajta működés lépjen életbe, hogy itt Istent játszunk, mi emberek, meg globális diktatúrát akarunk létrehozni, és ezért törölni kell az emberiséget. Akár bolygóstúl. Tehát ennek a bolygónak nem az a szerepe, hogy törlődjön, de nem is az a szerepe, hogy hűljünk. Nem. Hogy még egyre tudatlanabbak és tudatlanabbak legyünk. Nem ez a szerepe. Ennek a bolygónak ez olyan, mint a iskolába járás, hogyha elvégezted a 8 általánost, akkor mehetsz középiskolába. Többször visszabuktál, akkor mehetsz középiskolába, hogyha elvégezted a 8 általánost, vagy kiöregedtél. Érted? Ez így működik. De akkor nem mehetsz középiskolába, ha nem végezted el a 8 általánost. Tehát akkor kiöregedve is vissza kell menni, és el kell végezni a 8 általánost. Na most a bolygónk az arra a sorsra jutott, mint hogy te a 8 általánost mondjuk elvégezted. Vagy esetleg nem végezted el. És el kellene végezni minél hamarabb, mert be kéne iratkozni a középiskolába. És ugyanez a bolygó. Itt be kellene iratkozni az aranykorba. Érted? Ami 2035-re várományos a bolygónál.
És ez be kell, de az el kell végezni a 8 általános. Az mit jelent? Hogy olyan emberré kell válni, aki képes arra, hogy feltétel nélkül szeressen. Érted? Feltétel nélkül szeressen. Erre képes. Mert az aranykorban feltétel nélkül fognak együttműködni az emberek. És te nézd meg, azzal működsz együtt, akit szeretsz. Akit nem szeretsz, azzal nem működsz együtt. Na, nem is beszélve arról, akit utálsz. Oké? Az aranykorban nincs olyan, hogy utálat. Érted? Nincs. Mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem akarnak felsőbb iskolába beiratkozni, nem akarnak aranykorba beiratkozni. Ahogy a születés a fentiektől függ, a halál is. Azoknál mondhatjuk azt, hogy kopogtat a halál. Érted? És előbb-utóbb be fogod bocsájtani a halált. Na, ott kopogtat az ajtódon. Oké? Okay? Mert ez a bolygó arra hivatott, hogy az emberek visszakerülhessenek oda, nem az emberek, az emberek lelkei. Visszakerülhessenek oda, ahonnan jöttek egy magasabb létformából. Mindnyájan egy magasabb létformából jöttünk. De amikor nem ember voltál, angyal voltál. Netántán egyesek istenek voltak. Többségünk az angyal. És hogy visszakerülhessünk az angyali, netántán az isteni létformába. Ahol erre képesek vagyunk. Érted? Mert itt megtanultuk. Nem ott kell megtanulni, ott nem lehet. Érted? Itt kell megtanulni. A bolygó átmeneti szerepkörre van rendelve. Ami beindul 2035-től. Egy kérdés van. Beiratkozol-e egy olyan iskolába, amit aranykornak, aranykor társadalmi rendszernek hívnak. Tehát az egy társadalmi rendszer. Ahol nincsenek elnyomók, nincs elnyomás, az emberek feltétel nélkül tudnak szeretni. Érted? Annak ellenére, hogy most nem így van. 9 év alatt meg lehet tanulni. Nem 1 év alatt. Nem 9 nap alatt. Oké? Nem is 9 hónap alatt. 9 év. Várunk szeretettel a tanulásban. Itt a helyed, ha be akarsz iratkozni az aranykorba. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a fantasztikus képzést. Azt úgy gondolom, hogy most is olyan információkat hallhattunk, amire mindenkinek szüksége van a mindennapokban. Én minden alkalommal meggyőződök róla, hogy életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a képzést, és hogy azóta is tanulok. A képzések által sokkal tudatosabban hozom meg a döntéseimet, megtanultam felismerni a káros hatásokat, káros külső befolyásokat, amik hosszú távon kedvezőtlenül hatnak az életemre és befolyásolnak. Azt javaslom neked is, aki most először hallgatsz minket, ne gondolkozz túl sokáig. Mielőbb hozz döntést a fejlődésed és a jövőd érdekében. Vedd fel a kapcsolatot egy számodra szimpatikus PPH szervezővel a Facebookon vagy Messengeren, és kezd el a képességeid és a tudatosságod fejlesztését.
Mindannyian, akik itt tanulunk, meggyőződtünk róla, hogy a tudás mindennapi használatával az életünk sokkal kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá vált. Ha tanulóként szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ehhez még azért hozzátenném, ha a kamerát nem szeretnél a seggedbe, akkor meg főleg, ha jó ember vagy. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, hát a te döntésed. Örülünk, hogy megtiszteltél részvételeddel. Még egyszer köszönjük Szedlacsik Miklósnak, hogy mi lettünk a mai nap házigazdája. Mielőtt hazatérünk, erről a fantasztikus hétvégéről lesz egy körbennállás. Lassabban, drágám, köszi. A jelenlévőknek, ahol megfogjuk egymás kezét, olyan formában, hogy a jobb kéz fellül, a bal kéz alul, és fontos, hogy a végén nem szabad tapsolni, mert azzal megtörjük az energiát. Mindenkinek sok sikert és kitartást kívánunk a fejlődéshez, hazafele pedig széles utat. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Kár, hogy hazamegyünk. Az a helyzet, nem szívesen. Mindenkinek szép napot, vagyis estét. Thank you.